A 60%-kal lecsökkent. Megmutatjuk Csabinak is. Fog Csabin. Borondjai kopott, alul van a szárazon, és meg a gomba, ami a szokás nyom, de még ezt fogadják. Most megengeditek, hogy a két úriember, aki később jött, hogy bemutatkozzon. Rájuk, hogy két-háromszoros élettartamú növekedés, de minimum kétszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha van egy gépkocsi, amelynek azt mondják, hogy 300 ezer kilométer felett a motorba kerekedik, ha úgy korától használom, akkor meg tudja háromszorozni, és minél hamarabb kerül be a rendszerbe az anyag, azt az állapotot konzerválja. De ha már van benne 100 ezer kilométer, a hátralévő 200 ezer, akkor már van egy bizonyos kopási indexe. Lévő 200 ezer tudja megdobálni. Ezért fontos, mindig azt mondom, hogy akkor kell beletenni, amikor új, jó a gépkocsi. Ugyanis azt az állapotot állapot fogom megőrizni sokáig. Nem beszélve a megtartás. Javítás, karbantartási költsége. Metabolit használó, a CO2 30-70%-kal jobb. És ha beépült a felületbe, onnantól kezdve jó villa visszakertes padlóház nevezeti tevékenységet is. Az extrém termeléseket is elérhetőek. Bemutatót is tartottam. Egyik első termék. Annyi, hogy rengeteg fejlesztésen esett ma már át, még ide került. Az a lényeg, hogy teljesen növényi anyagból előállított terméktől van szó. Nagyon környezetbaráttól kezdve minden tulajdonsággal rendelkezik. Benzinüzemű gépjárművekhez elsősorban 100 ezer kilométerig, ugyanis rengeteg tisztítóanyagot tartalmaz, 100 ezer kilométer felett már vannak hasznos tömítések, amit nem biztos, hogy jó, ha kioldunk. Ezért 100 ezer kilométerig elsősorban benzinüzemű gépjárművekhez fél deci szükséges literenként, utókezelésnél fele mennyiségben elegendő. A személygépjárművek esetében fél deci szükséges literenként, utókezelésnél fele mennyiség elegendő. A Metabond Gold a C-nek a továbbfejlesztett változata, míg ők ilyen sárga színűek, ők egy fehér sárgás anyagot képeznek, polikerámival vannak kiegészítve, adagolása fél deci szükséges literenként. Ezt úgy kell elképzelni, a polikerámia, ezek mikron nagyságúak, folyamatosan él, be motor beltérődítő, ezt is a motoron fejlesztette ki. Nagyon jó. Olyan, mint mikor elmész egy masszázsra, a motor úgy felfrissül. Olyan jó lesz a hangja. Tehát ahogy kiöblíted vele, szinte már utána teljesen felfrissül a motorlálása. Nyilvánvalóan mérlegelni kell, hogy mennyi az a kilométer, amikor még használható. És felett a listára, és ha megrendeljük, lényegesen olcsóban megkapjuk, és biztos, hogy nem kannás borról lesz. Jó. Bizonyára észrevettétek, hogy eltávolítottam az olajteknőt, aki figyelmes volt. Most azt az állapotot idéztem elő, mikor este beállok a kocsiba, és mondjuk két nap múlva indulok. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor kopnak legjobban a gépkocsi. Erősségét javítottam el, hanem magát a fényeknek kopására van, mert amennyiben két és fél-három egységből meg kellene. Ez pontosan elegendő nekem arra, hogy kiküszöböljen a hidegindítási problémákat, illetve a megkívásodik az olajszivattyúm, hogy elfolyik a motorolajam, nem károsodik a motorolajam. Természetesen egy bizonyos idő után ez a védőréteg kikopik, de ez pontosan elegendő nekem arra, hogy nem kell ott hagynom az út szélén, Hajdúhatház Újféltó között esetleg,
hogy mire visszamegyek, hiányzik a négykerék, stb., hanem az első szervizi vagy haza garantáltan 50 km-t el lehet menni, nyugodt, nem 100-120-as tempóval, egy 50-60-as tempóval, motorkárosodás nélkül. És akkor nézzel, nem? Tőled függ, hogy kinek beszélsz jól, akinek nem. Miért ne akarnál jó ismerőseidnek, barátaidnak? Akár ellenségednek is, mert lehet, hogy utána nem lesz ellenséged. Így van? Mindenki, aki úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, szeretnék megvenni. Jó ötvárat kívánok hozzá, és akkor most tartunk 5 percet. Ha ez Gyoki tudta volna. Tessék? Ha ez Gyoki tudta volna. Szakítani a másodlagos keményanyagok piacát. November 1-e volt a tervezett bevezetés, de lehet, hogy csúszik, mert nem készült el minden flakon. Megmaradnak a régiek is, természetesen csak a üzemanyagadalék, a GT lesz lecserélve, de megmaradnak az MS, a C, a Gold, az Old Speciál. Tőled függ, hogy a jövődet a metabonddal kezded. Köszönöm a figyelmet! Lehet beszélgetni, kérdezni. Azokat meg kell lenni, azt feltétlenül nem akarom visszaadni. Úgyhogy Sipos József, a Metabon Tervezte Hálózat értékesítési igazgatója is a Metabon Nyíregyházi raktárát vezetem. Nagy részét ismerem a társaságnak, de engedjétek meg, hogy tegező viszonyba folytassuk a további beszélgetést, illetve a bemutatót. Utána megjött a Milón Misi barátom, és utána, amennyiben valakinek terhére van a tegezés, akkor magázolhatunk, jó? Arra kérnék mindenkit, hogy egy pár szóba mutatkozzon be, honnan jött érdeklődő, vagy tagja a rendszernek, és miért jött el, jó? Egy pici metabondot, ki nem látta még ezt a teszint? Azt szerintem te vagy a legkitelesebb, jó? Megkérlek, válasszál egyet, hogy nincs megjelölve. Tehát bármelyiket választottam volna a háromból. A szabán hengerbörgő, ezt behelyezzük a kengyelbe. És elhelyezzük. Tehát ugyanazt csak nem jó vagy beletéve. Janó, te nagyon. Látható, van egy állapfelvétel. Hozzáér a külső csapányhoz a hengerbőrből. Elkezdem terelni. Két és fél egység megfogja a forgalmozást végző villanymotort. De úgy, hogy két végig adom ezt a hengerbörgőt, és megkérlek, hogy nézzétek meg, egy mély barázdáskopási nyom keletkezett, így nyugodtan adjátok végig. Látható, hogy a szélei meg vannak égve, nyilván hő keletkezett, kenés nélkül. És most ahhoz, hogy az olajjal hogyan működik ugyanez, tehát ezt szolgál olajteknőként.
meleg van. Igen. Igen. Tehát most azért hoztam ide, hogy te hitelesíted, hogy nem méz van benne, hanem egy kenőolaj, egy általunk forgalmazott jó minőségű olaj. Szintetikus olajról van szó. De bármilyet le tudunk tesztelni, tehát felhelyezem úgy, hogy a külső csapágyűrű beleérjen, és hogy az anyagkárosítás ne változzon, ugyanezt a hengergörgőt elfordítom egy 90 fokkal. Tehát ugyanaz a két anyagpár fog együtt súlódni. Látható, kialakul az olajfilm a két felület között. Elkezdem terhelni. Természetesen a bizonyos idő után 4,5 egység kiszorul a két felület közül a kenőolaj, és a két anyag össze mar, 5,5 egység mar a kenőolajnak, de a két anyag nem égett össze. Nagyon pici metabolitot öntök hozzá, hogy milyen picit, azt megmutatom. Látható, hogy egy tárcset van benne. Szerintem nem is hova mindent beönteni. Visszaérkezett közben a kengye, a fengergörgője, és itt még ismét egy következő felületet fordítok. Tehát itt volt az olajos, ide fog jönni a metabondos kopási nyom, úgy mondjuk, hogy metabondos kopási nyom. Látható, ismét kialakul az olajfilm a két felület között. Itt kell elmondani, hogy a metabolnak különös súlyozásra van szüksége, hogy kifejtse hatását, de az első dolog, amit visszatérünk, nem vagy lecsinás. Két és fél egység már kenőolajban is volt hangja. Érdemes a bizonyítani. És most megmutatjuk, hogy milyen kopási nyom következik. Egy pici fényes pont, ahol a két anyag egymáshoz ér, ugyanis a metabonnak egy